Köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Szó lesz a mai adásban arról, hogy 60 éve épült Székesfehérváron az az atombunker, amelyben most önöket is el fogjuk kalauzolni, tehát egy igazi érdekes időutazásban lehet a nézőknek része, aztán pedig a Vértesi Naturparkba kalauzoljuk önöket tovább. Hatvan éve épült Székesfehérváron, azaz atombunker, amely a Móri úton helyezkedik el, méghozzá egy családi ház háta mögött. Nagy Lajos tűzoltó alezredes vezetett minket körbe a létesítményben. Figyelem, figyelem, tehát innen lehetett, kint el voltak helyezve hangszórók, és innen lehetett az értékelőbe üzeneteket kiküldeni közvetlenül. De ez még ma is működőképes. ...1960-ban járunk, amikor a hidegháborús időszakban atomcsapásra készültek itt Székesfehérváron is. Ekkor épült a Móri út 37 szám alatti városvezetési pont. Mit jelentett ez? Az akkori védelmi előírások szerint mindenütt, ahol nukleáris támadással veszélyeztetettek voltak, ilyen vezetési pontokat építettek. Persze nem is lehetett sejteni, hogy a takaros kis családi ház mögötti területen egy 240 négyzetméteres komplex objektum rejtőzik. 1960-ban épült ez a gyakorlatilag nevezhetjük talán bunkernek? Hát ha a pontos megnevezését akarjuk, akkor ez egy városi vezetési pont volt. Így ugye a 60-as években megkezdődtek és befejeződtek azok az építkezések, amelyek a jelentősebb városokban vagy jelentősebb közigazgatási központokban életvédelmi létesítmények létesültek a lakosság részére, valamint az irányítás a vezetés részére pedig ilyen típusú vezetési pontok. A megyeszékhelyen Kisfaludon épült meg a megyei vezetési pont, itt a Móri úton a városi vezetési pont, Dunaújvárosban, ugye, mert azért akkor már jelentős város volt, ipari központ volt, ott is épült egy ugyanilyen mintájú életvédelmi létesítmény vezetési pont. A földfelszíni épület részeket raktározásra használták, bennük híradós szobát is kialakítottak, az utcáról látható ház pedig gondnoki lakásként funkcionált, aki folyamatos jelenléttel biztosította az objektum biztonságát. Minősített időszakban pedig ezt fegyveres őrzéssel is ellátták. A kíváncsi tekintetek elől akkor is rejtve maradt maga az objektum. Ma egy növényfal mögé belépve tárul fel a keskeny, jól védhető kibetonozott ösvény, amely a bunker bejáratához vezet. Nagy Lajos tűzoltó alezredes, polgári védelmi főfelügyelő vezetésével jutunk be az épületbe, amit nukleáris csapás elviselésére terveztek. Fontos volt, hogy a külvilágtól elzárva is a lehető leghosszabb ideig üzemképes maradjon a létesítmény. Mivel az objektum a külső hálózatról teljes egészében lekapcsolható volt, így került kialakításra ugye az energiaellátása, amelynek ugye az első kis helyisége a napi olajtároló, ami arra szolgált, hogy az üzemszerű működés során a napi üzemanyag fogyasztását az energiaellátó egységnek biztosítsa. A bejárat környéki zsiliprendszer gáz és robbanás biztos ajtók egymás utánját jelenti. Ez pedig már az a helyiség, ahova a külső területekről beérkezőket fogadták. Amennyiben szennyeződést mértek, akkor fertőtlenítés után léphettek csak be. Vízzel és fertőtlenítő anyaggal, majd ebben az edényben helyezték el a szennyezett ruházatot, és azt követően ugye itt kapott tiszta ruhát az adott személy, és utána lépett be az objektumba. Bejutottunk a folyosóra, ahonnan az első és legnagyobb helyiség nyílik. Ez volt az objektumnak az értékelő helyisége. Ugye itt az akkori járási védelmi bizottságnak a munkahelye volt. Itt volt ugye a város vezetése,
katonai összekötő, polgári védelem, rendőrség és valamennyi szervezet, amely a feladat végrehajtásában érintett volt. Itt volt egy, ma már ugye kicsit megroskadt, kézzel pauszra rajzolt várostérkép a munkák a kiértékeléshez kapcsolódóan, és itt történt meg a bejött információknak az értékelése és a feladatszabása. Minden titkosítva volt az ügyviteli helyiségben, az iratok sorszámot kaptak és értékelést. A következő helyiség, ami kapcsolódik ugye a kiértékelőhöz, ez volt a parancsnoknak a helye, itt még a régi felirat parancsnok, törzsparancsnok, ügyeletes tiszt, és innen ugye telefon kapcsolata volt az adott személyzetnek városi vonalon, BM vonalon és K vonalon, az akkori titkosított vonalon. És a parancsnok innen irányította a feladatokat. Itt még vannak néhányan, akik voltak katonák, emlékeznek rá, hogy a belépésekhez nyílt parancs, mint a itt igazolványok. Figyelem, figyelem, tehát innen lehetett, kint el voltak helyezve hangszórók, és innen lehetett az értékelőbe üzeneteket kiküldeni közvetlenül. De ez még ma is működőképes. Három vészkijárat is volt a bunkerben, az egyik ebben a helyiségben. Egy kis létrán lehetett elhagyni a létesítményt, fent beton szarkofág védte a nyílást. Ez pedig a sziréna vezérlő szoba volt, a városba telepített motoros szirénákat az akkori kornak megfelelően telefonvonalon lehetett erről a helyről megszólaltatni. Ki lettek jelölve az eszközök, és itt van, hogy riadójel, veszély elmúlt, a városban lévő összes eszközt képes volt ez a központ megszólaltatni. Egy telefonközpont került elhelyezésre, és ez a telefonközpont volt hivatott arra, hogy az akkor a úgymond a védekezésben vagy a lakosság ellátásában feladatot ellátó szervezetekkel közvetlen telefonkapcsolata volt a úgymond a vezetési pontnak, és innen ugye ez a kurblis és csatolt készülés kapott egy hívást, megnézte, hogy ki, utána kijelölte, hogy kivel akar beszélni, majd átadta a vonalat. Tehát ez egy K10-es telefonközpont. Amikor elrendelték az elzárkózást, 30 ember elhelyezéséről kellett gondoskodni, akár napokig. A konyhai felszerelések még ma is a raktárban vannak, de például fegyverállványt is tároltak itt. Ez az aggregátor 2011-ig működött, a 2011-ig évente kétszer úgymond üzempróbára került sor, amelynek még talán megláthatjuk az utolsó bejegyzéseit is. 2010 második fél évben volt az utolsó rendszer próbája az aggregátornak. Villanymotorral történt az egész rendszer működtetése, a másik megoldás egy nagyobb zöld energia, a bioenergiának az alkalmazása, amikor a bent lévők jöttek és meghajtották a rendszert. Így biztosították a levegő keringetését, mivel az élet elképzelhetetlen víz nélkül, az objektum rendelkezett saját önálló ciszternával, 15 köbméter vizet tartalmazott, valamint volt önálló hidroforház, a víznyomást ezzel folyamatosan lehetett biztosítani. A szellőző gépnek a beállításai, hogy mikor, milyen módon történt az ellátás. Külső, belső, és azokat a csapokat kell elzárni.
Régebben az épület mögött a telek hátsó felében a lombok közül URH antenna jelezte csak a szemlélődők számára azt, hogy itt valamilyen létesítmény lehet. A 2010-es évek elején azt is elbontották. A bunker azonban ma is áll a Móri úton. A gyerekek testközelből csodálhatták meg a természetet, az élővilágot, a háztáji állatokat, ezúttal pedig a Vértesi Naturparkba kalauzoljuk el önöket. A Boglártanyán éppen egy 25 gyermekből álló tatabányai iskolás csoport táborozik. Az utolsó napba sikerült belesnünk és egy ízelítőt kapni abból, mi mindennel töltik itt az idejüket. Az ideérkező fiatalok ugyanis játszva tanulhatnak az élővilágról, a környezettudatos életmódról. Nagyon kalandos a története a Boglártanyának. Ez egy családi ház volt valamikor. A Provértes 2008-tól tart itt erdélyiskolás foglalkozásokat. Előtte mindig csak nappalra lehetett Csákvárra jönni, illetve a térségbe, mert nem volt olyan ifjúsági szálláshely lehetőség, ahol lehetett volna többnapos programokat tartani, úgyhogy ezt a hiányt pótolta a Boglártanya. 2008 óta működik erdélyi iskolaként, gyakorlatilag 4 évszak van. A fő időszakunk az mondjuk inkább a tavaszi időszak, de ilyenkor nyáron táborozók, ősszel pedig egy második hullámos erdeiskolás roham érkezik. Azon dolgozunk, hogy az őszi-téli időszakra is olyan programokkal tudjuk várni az ide látogatókat, amik érdeklődésre tartanak számot. Nem biológia tudományok doktorait képezzük itt, hanem egy lehetőséget szeretnénk a gyerekeknek arra adni, hogy az életükben van, aki egyszer megtapasztalja azt, hogy van élet a számítógépen is túl, tehát kint a természetben, és hogyan lehet ott viselkedni, mivel lehet találkozni, tehát fel akarjuk tálalni, mint egy ingyenztálat, hogy ez is egy választási lehetőség a mai viszonyok között. Telefon, tablet lerakva, de nem is hiányolják a fiatalok, hiszen egy igazi csodavilágba csöppentek, ahol minden a természetről szól. Itt számos érdekesség várja őket. A nap első programjaként a madárgyűrűzés rejtelmeibe pillanthattak be. Ugye az nagyon fontos, hogy biztonságban legyen fogva, és így ráhelyezzük ide a lábára, a csügyére, és utána egy speciális fogóval, amin ilyen különböző furatok vannak, pont azért, hogy a különböző méretű gyűrűket össze lehessen zárni, hogy ne nyíljon szét, illetve a madár, amit már kérdeztetek, hogy le tudja esetleg szedni, hogy ne tudja leszedni, szépen összezárjuk a gyűrűt. Ilyenkor úgy tűnik, hogy összeszorítom, valóban a gyűrűt zárom, de nem rászorítom a lábára, hisz az a lényeg, hogy ennek a gyűrűnek mozogni kell a madárnak a lábánál. Körülbelül pörögni, hisz ha elszorítaná, akkor előbb-utóbb bedagadna és előbb-utóbb elpusztulna a madár. Szóval látjátok, ez a lényeg. Ha a madár ugye ilyen fordított testhelyzetben életében kétszer fordul elő általában, ez amikor gyűrűzésen van, vagy amikor sajnos elpusztul, ugye általában a madarak a lábukon állnak, és a gyűrűnek a belső mérete úgy van meghatározva, hogy ne tudjon rá csúszni a mozgató izmokra, az új mozgató izmokra, mert akkor nem tud kapaszkodni. Úgyhogy ez az, ami nagyon fontos. És ez úgy van kialakítva, hogy nem tud rácsúszni, csak itt a csüdön van, látjátok? Így szépen körbe tud pörögni, és ez nem gátolja az élet tevékenységében. A gyűrűzést követően a kismadarat természetesen visszaengedték a természetbe, aki most már beazonosítható, így a szakemberek bármikor információt kaphatnak róla. Most szorítod a lábát, jó? Így amennyire csak tudod. Már engedem, és akkor... Elengedhetem? Igen. Szétnyitod, és akkor így elrepül. A tanyasi élet megismeréséhez az is hozzátartozik, hogy az ősi fazekas mesterség alapjaiba is betekinthetnek a gyerekek a turnusok alatt, akik maguk is kipróbálhatják, hogyan készülnek a különböző agyagedények. Kicsit bevizezzünk, és fogjuk, és jó erősen így ide csapjuk. Ezt mindenki tudja, ugye? Szóval egy kicsit így rácsapkodunk, és nagyon lényeges, hogy az ujjunkkal egy kicsit ide tesszük az agyagot. Ilyenkor még nincsen középen egyáltalán, hanem
mi tesszük középre? Mi tesszük középre, hogy fogjuk, jó erősen megfogjuk, összenyomjuk, és csinálunk egy ilyen publik belőle, ilyenkor már majdnem középen van. Kitámasztjuk így a kezünkkel, és a hüvelykujjunkat lefele nyomjuk. De nem nyomjuk át teljesen, hanem egy lukat képezünk, és még úgy érezzük, hogy kellőképpen mély a luk, akkor kezdjük el így teríteni az agyagot. Ha terítőformát csinálunk, hogyha fölfelé emeljük, akkor fölfele húzzuk az agyagot. Fontos, hogy mikor már kihúztuk így a szélét, akkor csináljuk meg az alját, hogy jó legyen. Az alja az meg úgy működik, hogy megfogod a hüvelykujjaddal, és elkezded kifele tolni az agyagot, vagy vissza, mint hogyha simogatnád, kintről befele. Akkor ez is megvan, akkor már tudjuk fejbe, hogy mit szeretnénk csinálni. Van egy ilyen leszúró fogás, amikor itt tartjuk az ujjunkat, mindenki látja? A leszúró fogásnál oldalról egy kicsit bentebb nyomjuk az agyagot, és nagyon fontos az, hogy a belső ujjunk ilyenkor kicsit föntebb van. Szóval úgy mutatom meg nektek, hogy fogom lenne a leszúró fogással, és az a belső kezem egy kicsit föntebb van. Hogyha egymás mellett van, és túlságosan erősen nyomjuk össze az agyagot, akkor leszakítjuk. A tatabányai Bolyai János általános iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos életmódra nevelésre. Éppen ezért a most táborozó csoport már nem először jár itt. Megtanulják, hogy például mi a szelektív hulladékgyűjtés, hogy vigyázzunk a környezetünkre, és azt gondolom, hogy az iskolában nagyon fontos, hogy nem csak a tankönyv alapú szemlélet alapján tanuljanak, hanem az élménypedagógiát is belevigyük a tanításba. Hogy kell elképzelni egyébként a gyakorlatban? Sok múlik a pedagóguson, például, hogyha a környezet vagy természetismeret tantárgyra vonatkoztatunk, azt gondolom, hogy elengedhetetlen egy iskolakertnek a létrehozása, ahol megismerik a gyomnövényeket, a hasznos növényeket, illetve minden órára a pedagógus feladata, hogy úgy állítsa össze a tantervet, a tanmenetet, hogy ezt úgy mondják, hogy színesen, szagosan, tehát a gyerek élvezze azt, amit csinál, és ne csak lexikális tudást szedjen fel magára, hanem meg tudja tapintani, meg tudja fogni. Sok múlik a pedagóguson, és én azt gondolom, hogyha megfelelő a szemléltetés, akkor hamar fel tudjuk a gyerekek érdeklődését kelteni. 25 gyerekkel érkeztetek. Honnan jött az ötlet, hogy ide Vértes Naturparkba elhozzátok őket, és ők egyébként maguk hogy állnak ezekhez a témákhoz? Tavaly eltöltöttünk itt 3 napot, akkor nekem az osztályom 4-es volt, 5. évfolyamba léptek, én vagyok az osztályfőnökük, tehát nem volt újdonság, nagyon jól éreztük magunkat tavaly, és mindenképpen kiszerettünk volna törni ebből az állapotból, amit a járvány és a karantén ránk zúdított, úgyhogy nagyon vártuk, nagyon bíztunk benne, hogy megvalósul, és tehát magunk mögött van már egy év, és jövőre is szeretnénk részt venni ilyenen. Szerintem a digitális oktatásban nagyon belesüppettek, és mivel ez a generáció, én azt gondolom, hogy nem a könyvek mellől ébredt fel, hanem a számítógép és a telefonok mellől, így nagyon könnyen belekerülnek abba az örvénybe, hogy nehezen mozdulnak ki, és viszont olyan feladatok és olyan programok vártak rájuk, olyan színes lehetőségek, ami szerintem mindenképpen nagyon pozitívan hatott rájuk. Mi mindent tanultak egyébként ez alatt a pár nap alatt a környezetükről? Nagyon színesek voltak a programok, a vadászat, a madarászat, az erdei mezei túra. Én azt gondolom, még felnőttként is elmondhatom azt, hogy sok új információt tanultunk. Az oktatók, illetve a táborvezetők nagyon készségesek, felkészültek voltak. A gyerekek megismerhették az élővilágot, az erdőt, a mezőt, és mivel többnyire városi gyerekekről van szó, ilyennel biztos, hogy nem találkozhatnak a mindennapokban. A nap egyik kedvenc eseménye a baromfi etetés. Itt találtok kukoricát,
A kis táborlakók az elmúlt napokban sokat tanultak, így már tudták, hogyan kell morzsolni és darálni a csöves kukoricát. Ingrid hasonló környezetből érkezett, ő már jól ismeri a háztáji állatokat, és ami talán még fontosabb, környezettudatos családban nevelkedik. Egyáltalán nem használom műanyagot, és a csomagolásmentes piacra járunk. Anya szokott otthon mindent előállítani saját kezűleg, meg néha szoktunk olyat csinálni, hogy levisszük a piacra, bár legyenek van engedélye, és akkor ott is árulunk sajtot. Mi minden van otthon egyébként nálatok? Kecskék, nyuszi, fűrjek, meg pipók. Meg kutyusok. A gyerekek megtapasztalhatták a ház körüli munkák folyamatát, a darát az udvarban élő tyúkoknak, kacsáknak adták, cserébe pedig még tojást is találtak, amit aztán később felhasználtak. De még mielőtt a jól megérdemelt része jött volna a napnak, egy kis lovas oktatás következett. Ki emlékszik a nevére? A hasonla. Igen. Tartja a nyerget. Igen. Miből van? Ilyen kötélből, fonal. Igen. De zsinórhevede. Itt a könyöke. Akkor ez micsoda? Az a csukló. Csuklója. Csuklóval azonos, igen. Úgy hívjuk, hogy láb. Tő. És akkor egyenlejjel... Csukló. Az az ujja. Hát innentől lefele csak az van. Azt hogy hívjuk? Az egy ujj. Az a csőd. A gyerekek örülnek, hogy egy kicsit kiléphetnek a jól megszokott hétköznapokból, a városi környezetből. Attila a következőket viszi haza tanulságul. Még inkább ügyeljek arra, hogy ne szemeteljek, igazándiból, meg hogy védjem a környezetemet, becsüljem meg azt, ami van, és ne értékeljem alul azokat a dolgokat, amiket eddig alapnak gondoltam. Megláttam, hogy mennyi munka valójában előállítani azokat az élelmiszereket, amiket mi alapnak hiszünk. Alapnak és elvárandónak hiszünk, úgyhogy azért ilyet is kell. Nem is néha. És hogy mennyire tudják értékelni a tanyán található alapanyagokat? Kell egy pogli, megy. Egy jó kis muffin sütés jó példa volt arra, hogy a Baromfi udvarban talált tojás milyen értékkel bír. A fiúk és lányok lelkesen készítették belőle a tésztát. És amíg a süti sült, levezetésként egy kis fűszernövény felismerő játékra invitálták a gyerkőcöket. Dörzsöljétek össze a tenyereteket. Aztán elég csalt. Van tippa. Menta. Van a mohítós menta. Igen, bors a mohítós menta. A mohítóban ilyen mentes szoktak rakni. Ez ilyen menta. Ez fodor menta, úgy hívják. Ez ilyen szép zöld, és fodros a levele egy kicsit. A tanyán eltöltött napok alatt sok hasznos dolgot megtanulhatnak a fiatalok a természetről, de ami a leginkább útravalóul szolgálhat a jövőben, az az, hogy itt mindent testközelből megtapasztalhatnak, és maguk is részesei az itteni tevékenységeknek. Ha pedig rossz az idő, bent sem lehet unatkozni. Boglár tanya 4 évszakosra tervezett erdeiskola, és nagyon fontos az, hogy föl legyünk készülve mindenféle időjárási helyzetre, úgyhogy nem csak a kinti lehetőségek tárháza nagy, hanem ha leszakad az ég, vagy fúj a szél, vagy bármilyen idő van, akkor is tudunk mindenfélét mutatni a gyerekeknek. Itt pont egy vadászati foglalkozásnak a fogható, tapintható, nézhető tárgyait látjuk, akár a narancsakától a muflonig bezárólag, vagy egy fogolypár erdei szalonka.
tehát mindenféle dologgal, olyan szemléltető eszközökkel föl készültünk, ami lehetővé teszi azt, hogy tényleg az érzékelésnek minden szintjén, akár bekapcsolt szemmel is vannak olyan dolgaink itt a különböző fáknak a metszetei, hogy meg tudják a gyerekek tanulni, vagy a különböző kis madárfészkek, halak, kétéltőek, de van itt a lódarás fészkétől a csontvázakig bezárólag a termések. A Boglártanya minden évszakban rejteget valami csodát, kapuja nyitva áll a tanulni vágyó gyermekek, osztályok számára az év minden napján. Kedves nézőink, ennyi fért a mai Együtt magazinba, de tartsanak velünk legközelebb is. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!